Az akkori lazarista atyák úgy gondolták, hogy a környékben jó lenne egy olyan katolikus középiskolát létrehozni, ahol az első pillér ugye az egyházi nevelés, a katolikus szellemiség, a második pillér az a szegényeknek a megsegítése, és a harmadik pedig a családiasság, és ezt a szellemiségét továbbra is őrzi az intézmény, megpróbálja minél lejjebb szorítani az anyagi kiadásokat azért, hogy azok a szociálisan rászoruló tanulók, gyerekek, akik akár a környékben, akár távolabb élnek, egy megfelelő katolikus oktatást kapjanak. És nagyon sokan jönnek nehéz szociális körülmények közül. Valamint azt is felvállalt az iskola, hogy diszlexiás és diszgráfiás gyerekekkel foglalkozik külön, és integráltan oktatjuk őket. Ahhoz, hogy ők érettségéhez jussanak, nem a színvonalat csökkentjük, hanem megpróbáljuk őket külön egyéni személyre szabott fejlesztésben részesíteni, hogy el tudják érni azt a szintet, ami az érettségéhez szükséges. Ennek érdekében egy fejlesztő pedagógus foglalkozik részképesség hiányos gyerekekkel. Vannak olyan gyerekek, akik egyéni haladási ütemben teljesítik a feladatokat. Ez azt jelenti, hogy ki az, aki szóba felel, írás helyek, ki az, aki az írásbeli munkáját szóbeli felelettel kiegészítheti, ki az, aki ugyanazt a dolgozatot például többletidő felhasználásával írja meg. Teljesen elfogadott az iskolában, tehát itt mindenki tudja, hogy ez hogyan működik. Diszlexiások, meg diszkalkuliások általában egy jó IQ-val rendelkeznek, és ő pont ezért tud kompenzálni. Szerencsére azt kell mondani, hogy a szülők, tehát kimondottan a diszes gyerekek szülei direkt ezért választják ezt a gimnáziumot, mert viszonylag kis osztálylétszám mellett, egyéni fejlesztéssel nagyon sok korrepetálás van, és így látható az eredmény. Nem csak a felzárkóztatással foglalkozunk, hanem a tehetséggondozással is, ami intézményi szinten úgy történik, hogy minden évben indítunk egy nyelvi előkészítő osztályt, amikor 15 órában tanulják a gyerekek a német vagy az angol nyelvet, és elég hamar magas szintre jutnak. Ezekből az osztályokból nagy százalékban szoktak nyelvvizsgát tenni a gyerekek, még bőven érettségi előtt, a továbbtanuláshoz is szükséges neki. Általában a nyelvi előkészítő az, amely kisebb létszámmal indul, de ők 5 évig is járnak ide. Az úgy meghozza a kellő hatását arról, mikor eljutnak mondjuk egy 12-ig, akkor már egy középfokú nyelvvizsgát le tudnak tenni, vagy esetleg 13-ban egy emelt szintű angol vagy német érettségét. Valamint, aki emelt szintű érettségét szeretne tenni, velük is külön foglalkozunk. Ebben az évben is nagyon jó eredménnyel tettek néhány emelt szintű érettségét, tehát erre is van lehetőség. És nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy aki szeretne, az tudjon haladni, és esetleg még magasabb szinten, mint a többiek. Tehát így együtt van az iskolában integráltak, mindenki tehetséges gyerek is, egy kicsit nehezebben tanuló is, és akik átlagnak mondanak általában. Missziós rendben, tehát a hitünket szeretnénk megmutatni másik embernek. Nem akarjuk senkire a hitünket ráerőszakolni, hanem azt szeretnénk, hogy fölébredjen benne a kérdés után egy válaszkeresés. És esetleg valamivel közelebb tudjuk vinni őket Istenhez, a hithez. De már hogyha csak azt elérjük, hogy az alapvető emberi értékeket értéknek tartják a gimnázium évek végére, akkor már sikertörténetet könyvelhetünk el. Most nyáron elkezdődik a gimnáziumnak a felújítása és bővítése, hiszen bővülnünk kell. Kap egy új tetőt, egy új külső szigetelést, új bejáratot, valamint a pincében
ami most pince vagy alaksornak hívhatnánk, ki lesz alakítva három darab nyelvi terem és egy nagyobb tornaszoba. A digitális kort utolérve minden terembe szeretnénk, vagy egy digitális táblát, és előjóségben, vagy egy projektort vászonnal, laptoppal, a modern kor technikáját is alkalmazhassák a tanárok. Új öltözőkkel, új zuhányzókkal, kultúrát, tiszta, teljesen új vizes blokkokkal, vécékkel, tanári szobával, szertárral. Tehát az iskola nagyon-nagyon sokat fektet be abba, hogy a testnevelés ebben az iskolában előtérbe kerüljön, és minél több munkás a gyerekeknek. Ugye a mindennapos testnevelés miatt, amit ugye a vezetnek, éppen be tudnak vezetni, ez elsődleges az ember. Na, tehát a kajakpólóról az 1980-as évek közepétől körülbelül létezik. Németországból jött egy új sportág Magyarországon. Itt nem sokan játszák, Oroszlánban, Pesten vannak csapatok, de Afrikából például már találkoztam namibiai csapattal, dél-afrikai csapattal nagyon jó például. Látjátok, láttátok, hogy be kell tudni korulni, vissza kell tudni jönni, összetes sportág. Hát tulajdonképpen a kajakat már később szintén kell, hogy menjen. Nem szabad arra figyelni, hogy éppen hol áll a lapát a kezembe, hogy éppen kiesett belőle. Csak a labdát szabad figyelni, semmi, mert jövőre is ugyanazt tervezem. Hogyha a kajak póló esetleg bejönne, az meg még a plusz ráadás lenne. És én annó ide jártam 4 évig. Lazarista szerzetes lettem, és most paptanárként. Ugyanezt a családias, otthonias légkört élem át most is tanárként, egy kollégiumi nevelőként, itt a gimnázium és diák otthonban. És örülök, hogy megtapasztalom, hogy az értékek átadása, az emberségre való faragás ma is kiválóan működik.